Kedves nézőink, nagyon kikaptam természetesen, hát ez mi szokott lenni. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökével és miniszterelnök jelöltjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Egyetlen egy, persze megint csak egy problémám van. Minden párt büszke arra, hogy kik vannak Holdudvarban, Szürke Állomány, tudok még ilyen szép jelszőket használni. Az ISZOM-nál vannak olyan nevek, akik a háttérben adják a szakmai hátteret? Meglepő módon igen. Hát akkor nagyon meg vagyok lepve. Igen, igen, és nagy boldogság és büszkeséggel állíthatom, hogy köztük vannak egészen fiatal egyetemi professzorok, nemzetközi tapasztalattal rendelkező tudósok. Ami a szépséghibája a dolognak, hogy manapság azért háttérből persze sokan adnak tanácsot, de nagyon nehezen vállalják a megjelenést, a nyilvános megjelenést, ami bizonyos fokig érthető, hiszen mindenki őrzi a maga integritását, főképpen a tudomány világában, de azért van ebben egy kicsit olyan is, hogy nagyon komoly a megbélyegzés tárgya vagy alanya az, aki esetleg úgy fölbukkan valamelyik párt mellett. Manapság ma már semmelyik párt mellett nem hallatszanak ilyen jellegű hangok. Ugyanakkor a programunk, ami egyébként tavaly november óta nyilvánosan fönn van az interneten, a honlapunkon, az igensolidaritás.hu oldalon, annak a programnak az előkészítésében aztán még névvel is kétségtelenül fiatal tudósok, tanárok is részt vettek. Ezen felül hát nagyon sokan vannak még a jelöltjeink sorában is, akik így úgy amúgy a celebségnek valamilyen ágához, bogához tartoznak, csak konkrétan hadd említse meg Pál Évát, ugye? Volt itt nálunk, igen. Szóval nem állunk egyáltalán rosszul, de azért azt nyomatékosítani szeretném a nézők felé is, hogy a mi pártunk azért döntően munkás emberekből áll. Értettem. És akkor elnök asszony, tessék nekem megmondani, hogy állunk a jelöltekkel? Még mielőtt erről beszélnek, én kiegészíteném a Tibort, mert ez egy nagyon fontos mondat, amit mondott a végén, hogy igen, a pártagságunk leginkább munkásokból áll, úgyhogy a legnagyobb holdudvarunk, az lehet, hogy ez így klisé, de az életből jön, hiszen mindannyian voltunk már olyan helyzetben, sok pártagunk van is olyan helyzetben, ami miatt nekünk föl kellett vállalnunk ezt az ügyet, és ez a mi legnagyobb tanácsadónk, én azt gondolom. A jelöltjeinkre visszatérve, most már átlépte a bűvös 50-es számot, a múlt hétvégén volt egy újabb jelölt meghallgatásunk, úgyhogy most már a jelöltek több, mint a fele megvan. Ez remélem, hanem azon dolgozunk, és sikerülni is fog, hogy szeptember 11-én akár már mind a 106 jelöltünket be fogjuk tudni mutatni azon a bizonyos munkásbüszkeség napján, amit miniszterelnök jelöltünk már tegnap beharangozott. Ugye ez egy május 1-ére tervezett program volt annak idején, ezt egyszer sikerült eddig megvalósítanunk, sajnos azóta a járvány ezt elvitte, és nagyon remélem, hogy szeptember 11-én ezt sikerülni fog megrendezni. Valami kapcsolódik szeptember 11-éhez, munkásbüszkeség napja? Hát gyakorlatilag a politikai szezon, tudom, hogy ezt elvihetnénk más irányba is, de ez a politikai szezon kezdete, illetve a múlt szociáldemokrata pártjának azért elég sok munkás dátuma kötődik szeptemberhez, úgyhogy ezért tettük át május helyett szeptemberre. Jó, hát most május 1-én, autós tüntetés, vagy lesz? És ezt hol? Ez az, hogy nem lesz. A rendőrség a leghatározottabban még a szervezkedést is betiltotta a demokrácia jegyében, és nekünk ebben azért hát ilyen keserédes röhögő görcsölt ránk, hogy tulajdonképpen a BKV járatokon nyugodtan lehet egymás nyakába kapaszkodva, egymás haját tépve, egymás orrával ihegve áldigálni, nyugodtan lehet a kórházakban szintén egymás lábát taposva nyomulni föl alá a folyosókon, a műtőkben, bárhol,
iskolába lehet járni, nem utolsó sorban, és hát ezen felül munkahelyekre is lehet járni, ahol aztán a kutya nem ellenőrzi a semmi, hogy mi történik, na jó, hát a kutya nem, az így túlzás. Szóval magyarul mindent szabad, hova a teraszokon lehet ücsörögni ma már maszkok nélkül. Tehát ez mind nagyon szép és jó, kivéve nem lehet politikai tüntetést tartani, még úgy se, hogy mindenki a saját autójába ül, mert hogy a tüntetés tilalma az általános, tehát teljesen mindegy, hogy repülőgépen, vagy űrhajón, vagy hol tüntetek, ettől függetlenül ezt nem szabad. Tehát a magyar demokrácia elért idáig, hogy május 1-e ilyen körülmények között nemhogy nem lehet megünnepelni, hanem egyenesen tiltott. Na most ezért mi azt mondtuk, hogy nekünk van B és C tervünk. A B terv az az, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol viszont lehetnek az emberek csoportosan. Felsoroltam egy párat, ugye munkahely, iskola, terasz, stb. Hát ezeken a pontokon egy kicsit még titok, majd pénteken szándékozunk bejelenteni, hogy pontosan hol leszünk. Na de az igazi truvája az a C tervünk, ami nagyon eltökélt dolog volt, így is, úgy is. Mondjuk most az időpont az adta magát. Hogy tehát aláírásgyűjtésbe kezdünk a 250 ezer forintos nettó minimálbér érdekében. Erre bátorítanak minket az utóbbi idő kutatásai, ami azt jelenti, hogy bár sokan mondogatják, hogy így nem lehet, úgy nem lehet, amúgy nem lehet 250 ezer forintot adni minimálbérnek nettóba, mert. Mi meg azt mondjuk, hogy értjük, nektek az a szempont, amiket mondtok, nekünk az emberek jövedelme a fő szempont, és ezért beszélünk mi a 250 ezerről, és a elnök asszony által említett szeptember 11-i időpontra, hát kacsingatunk arra, hogy megszerezzük a 250 ezer aláírást. Ebből az ügyből fakadó, úgyhogy minden kis település, minden kis kocsmájának összes teraszán ott leszünk a nyáron. Igen, mert ugye az igen szövetséges Magyarországért mozgalom szocializmust akar, aminek egyik alapfeltétele az igazságos elosztás, és én azt gondolom, egy ilyen aktuális analógiával élve, hogy a szociális válság elleni védőoltás az a szocializmus. És ezért majd csak egyszer kell sorban állniuk az embereknek 2022. áprilisában. Jó, ezzel a C-terves ismertetése kiret húzva az a kérdés, hogy és akkor az iszom még egy mövető, ugye? Mit fog csinálni nyáron, hiszen nyáron, bár ugye most választások előtt vagyunk, de mégis szerintem ilyen a szokásos uborka szezon be fog következni. Tehát akkor innentől kezdve az iszomnál nem lesz uborka szezon. Nálunk nem lesz uborka szezon. Egyébként is én úgy hallottam Gulyás Gergely szájából talán, hogy már olyan nyarunk lesz, mint 2018-ban. Úgyhogy én remélem, hogy nem lesz akadálya a mi országjárásunknak. El fogunk menni a leginkább a 10 000 fő alatti településekre. Be fogunk ülni kocsmákba, ki fogunk ülni teraszokra, el fogunk menni az emberekhez, és beszélgetni fogunk vele. Ennek a, ha mondhatom így, főkolompos a Székely Sándor országgyűlési képviselő lesz. Tehát ő konkrétan gyalogolni fog nagyon sokat, és nyilván ugye mi is kísérjük és elmegyünk vele nagyon-nagyon sok helyre, ezt tervezzük a nyára, hogy minél több emberrel tudjunk beszélgetni, mert azt látjuk, hogy mindaz, amit a párt fölvállalt, illetve maga a szocializmus ígérete is egy hívó szó nagyon sok embernek, tehát ezt tapasztaljuk most leginkább, és ami meglepő, hogy különösen fiataloknál. Úgyhogy mindenféleképpen az a célunk, hogy a párt ismertségét növeljük, illetve azt az ismertséget, hogy az emberek megtudják, hogy mi mit mondunk, mert ez sajnos egyelőre még így a pandémia okán igen nehezen tudtuk online eljuttatni az emberekhez. Azt szeretném még megtudni, hogy hogy zajlik egy ilyen jelölt meghallgatás, képviselőjelölti meghallgatás, mert azért erre kíváncsi vagyok, hogy leülnek, és akkor ezeket neve, stb. Na de ezen kívül mit kell még? Azért nem vadidegen emberek jönnek jelölti meghallgatásra, nyilván már előtte is van egy szűrő, amin vagy átmegy valaki, vagy nem. Ezt a pártunk koordinátorai bonyolítják le ezeket a beszélgetéseket, és utána már, tehát fölkészítik őket erre a jelölt meghallgatásra, hogy fog ez történni, mik lesznek a témák, stb. Tehát gyakorlatilag a jelöltek már felkészülve tudnak jönni. Ott a két koordinátorral beszélgetnek első körben az adott választókerületről,
hogy egyrészt melyikben indulnának, mit tudnak róla, van-e ott emberük, stb. Ezután van egy ilyen úgynevezett médiás rész, ahol készítünk velük egy kisfilmet, saját maguk, tehát egy ilyen bemutatkozó kisfilmet, készítünk róluk fotókat, és aztán a harmadik kör az, amikor az egész elnökséggel beszélgetnek. Ugye ebből is le tudunk szűrni nagyon sok mindent. Hát ez a most hétvége is hasonló sikeres volt, mint az előző jelölt meghallgatásunk. Fantasztikus emberek jöttek, nagyon fiatalok is, volt egy 22 éves fiatalember, úgyhogy tök jó. Én egyszer imádom ezekkel az emberekkel találkozni, hogy látom, hogy felvállalják azt az ügyet, amit mi mert fontosnak gondolják. Én nem szeretnék kötözködni, csak egy kis gonosz kérdés. Hogy szavazott tegnap Székely Sándor? Akkor ugye tudjuk, hogy egyik... Mert hogy én olvastam egy ellenzékinek gondolt portált, ahol... Igen. Na, kíváncsi vagyok. Igen. Hát mi meghatódtunk attól, hogy annyira áldász tekintettel vannak ránk az ellenzéki pártok, hogy alig várták, hogy Székely Sándor egyszer az életébe véletlenül félre nyomjon. Amúgy egy sorozatszavazás egyik elemeként nyomott félre, ráadásul egy pont egy olyan káosz közepett, amikor előtte elromlott a szavazógép. Na most az, amit egyébként az összes többi párt már több milliószor megcsinált, hogy félre nyomott, na most ez vérvád Székely Sándorral szemben, sőt a pártunkkal szemben, hogy ez egy igazi kamupárt, bár azért ez vicces, hogy képviselője van az országgyűlésben, de azért kamupárt. Szóval engedtessék meg nekem, én tudom, hogy nem szép dolog ez, de én ezt álmodtam meg magamnak az éjszaka, tehát ugye ez a lényeg nevezetű, mit tudom én, micsoda hozta ezt a dolgot le. Hát én nekem meg el az a vélemény, hogy az a lényeg ebben, hogy ez a lényeg menjen a fenébe. Jó. És nekünk más a lényeg. Így. Ja, és egyébként még valamit, hogyha még van egy pici idő. Többek között az is lényeg, hogy Székely Sándor volt az egyetlen, aki nem szavazta meg a gyalázatos egészségügyi jogállásról szóló törvényt az ellenzékiek közül, az összes ellenzéki frakció megszavazta, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben az esetben szóval, hogy az a lényeg. Az a lényeg, hogy 70-80 ezer ember lett most gyakorlatilag sokkal rosszabb helyzetben, 5 ezer kénytelen volt elhagyni a munkáját. Nekünk ez a lényeg. Értettem. Jó, akkor inkább olvassuk akkor a szócikket, mert akkor abban egy kicsit. Igen, van. Igen. Jó, na jó, most itt nem reklám volt, csináltam csak a poén kedvéért. Szocik.hu egyébként, hogy ne reklámozzunk semmit, csak pontosítani szerettem volna. Borzasztó, de ügyesen csinálja, meg kell hagyni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.